Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunk vendége Vice Csilla, az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az október végi közgyűlésen felszólította a jelenlévő országgyűlési képviselőket, hogy egy bizonyos nemzetközi szerződést, a CETA-t ne támogassák, ne írják alá semmilyen formában, és hát ez egy kicsit furcsa, hogy egy pécsi önkormányzati képviselő ilyesmit tesz, mindjárt megvilágítjuk, hogy miért is, de előtte mondjuk el, mi a CETA? Miért ekkora ellenfél az, hogy itt önkormányzati szinten is kelljen ellene harcolni? Igen, a húsunkba vág. A helyiek közvetlenül a saját üzleteiken, termelők, a gazdasági vállalkozásaikon érezhetik meg a CETA, ennek a nemzetközi megállapodásnak a következményeit, ha ez aláírásra kerül. Hiszen a CETA a nemzetek feletti globális nagytőke világuralmi törekvéseinek a jogi eszköze. Tehát ez egy megállapodás a Kanada és az Európa Unió között. Ez egy átfogó szabadkereskedelmi gazdasági megállapodás, amelyben a pénzügyi háttérhatalom, a multiknak a gazdasági erőfölényét biztosítják jogi szabályozókkal. Igen, nem, de mondjuk azt mondja az ember, hogy Kanada, hát ott valahogy megbújik az USA árnyékában, legalábbis innen Európából úgy látszik. Miért lenne ez veszélyes, hogyha egy Kanadával köt az Unió egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodást? Igen, vagy majd az USA, az amerikai cégek bújnak meg Kanadába a székhely módosítással, és egyszerűen a CETA-n keresztül az amerikai cégek bejutnak és elárasztják termékeikkel, génmódosított, gyomírtózott, műtrágyázott termékeikkel Európát. Mondjuk Kanadában a sertés 25-30%-kal olcsóbb. A kanadai meg az amerikai szenátus támogatja ezeket a több százezer hektáron működő mezőgazdasági vállalkozásokat, és ezekkel a helyi vállalkozások nem fogják tudni fölvenni a versenyt. Nem csak a magyarok, az összeurópai mezőgazdaságot fenyegeti ez a szabadkereskedelmi megállapodás, mert elárasztják rossz minőségű élelmiszerékkel ellenőrizetlenül Európát. Akkor ez egy olyan, mint egy trójai faló. A CETA-n keresztül bejönnek az amerikai multinagy cégek, akik pedig lenyomják az itteni termelőket, az itteni piacot teljesen az uralmuk alá vonják, de hát a nemzetállamiság is veszélybe kerülhet egyes feltételezések Pontosan szerint. Pontosan így van, a szuverenitásunk van veszélyben. Jogilag és gazdaságilag egyaránt, hiszen egy egységes szabályozó rendszert akarnak létrehozni, és ebben van a legnagyobb veszély. Amerikában és Kanadában egy liberalizált gazdasági szabályozó rendszer van, tehát például 82 olyan gyomírtót megengednek, amit Európában nem. Ami Európában tiltott. Például glifozátot használnak, amit Vietnámban háborúba dobtak be, az amerikai, kanadai élelmiszer szabadon használja, Európában be van tiltva. Európában az elővigyázatosság elve mai napig követendő. Amerikában nem. Tehát, vagy például most egy konkrét hír, hogy komolyan fenyegeti a GMO egy speciális kukorica, génkezett kukorica fajtával, az MON810 génfajta génkezett kukoricát amerikaiak engedélyezik, Európában tiltják. Tehát ezek a termékek ellenőrizhetetlenül bejönnének Magyarországba, nem tudnánk, mit eszünk. De miért adna az Európai Unió szabad kezet az amerikaiaknak? Mit kapna cserébe? Mert gondolom azért van valamiféle megállapodás mögötte. Igen, tehát én úgy érzem, egyébként a mezőgazdasági termelők számára a legveszélyesebb, a legtöbb káros következményt hozza magával. Lehet, hogy bizonyos autóipari cégeknek, vagy a gyógyszeripar bizonyos szegmensének jók, de hát eddig mi tengeren túlra a legtöbbet a toll, a párnába levő tollból adtunk el, tehát annyira ez nem veszélyezteti, viszont azt, hogy Magyarország eladjon esetleg Európában mezőgazdasági termékeket, amiből meg kellene élnünk, azt igenis nagyon komolyan veszélyezteti. Azért ennek a szerződésnek vannak ellenzői is. Tehát azért nem mindenki mondja azt, hogy ez így jól van, hanem felhívja a veszélyekre a figyelmet, és főleg civil szervezetek ezek. Kik ezek a szervezetek, hol működnek, mert nem csak Magyarországról van szó, hanem az egész Unióról, illetve milyen veszélyekre hívják fel a figyelmet? A CETA-t a TTIP, a Trans Trade and Investment Partnership kisöccségeknek nevezik, ez sokkal régebb óta készítik már elő, viszont a TTIP ellen, és ezzel együtt a CETA ellen is egy óriási civil
ellenállás alakult ki az elmúlt évek során Európában. 3.500.000 aláírás jött össze, így Pécset is mi több száz aláírást összegyűjtöttünk a Tetjén, a Széchenyi téren, a TTIP és a CETA ellen, és Hosszú Andrea közgazdásszal előadásokat is tartottunk. De a civileken kívül nagyon komoly ellenzőik vannak, például 2100 belga, francia, angol város, angol önkormányzat hozott olyan képviselőtestületi határozatot, amit mi is szeretnénk, hogy CETA-mentes övezettel nyilvánították a környéket. Például Brüsszel is CETA-mentes övezet. Óriási, szemmel látható ellenállás van, ha valaki megy Brüsszelbe, lépten nyomon olyan táblákon találkozik, a közlekedési táblákon a stop tábla át lett írva, hogy stop CETA. Tehát egy nagyon nagy civil ellenállás mellett az önkormányzatok is ébrednek. Az önkormányzatok is rájönnek arra, hogy a nemzeti érdekeiket, a nemzeti gazdaság érdekeit veszélyezteti ez a megállapodás. Például csodálatos a barcelonai nyilatkozat, amit most pár hónapja adtak ki, amiben egy önkormányzat érveket hoz a CETA ellen. Egy az, hogy át nem látható módon titkosan tárgyalták meg éveken át. Ezen kívül a barcelonai nyilatkozat leszögezi, hogy az Európai Uniót ért válság politikai megoldást igényel. Ugyanakkor ezek a nemzetközi szerződések veszélyeztetik a helyiek lehetőségeit, hiszen súlyos kárt okoznak a helyiek feladatainak ellátásába. Életfontos, súlyos kárt okozván azon feladatuk ellátásában, hogy támogassuk az embereket életbevágóan fontos kérdésekben, lakhatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, oktatás, helyi gazdaság fejlesztése, vagy élelmiszer biztonság terén. Barcelonai nyilatkozat leszögezi, ezen szerződések veszélyeztetik a demokratikus alapelveket. Például a legnagyobb veszélyt a befektető állam vita rendezési mechanizmusa, azaz ISDS rendszer okozza. Amit ellenezett például Szájer József az Európa Parlamenti megszólalásai során már a tavasszal, hiszen ez egy olyan befektető védelmi rendszer, ami igazságtalan, antidemokratikus vitarendezési rendszert hoz, mert a befektetőket túlzottan védi. A befektetőknek egy perelési jogot enged, kártérítés iránt, sőt, az elmaradt haszon iránt perelhetik az állam, a nemzetállamokat, ha a nemzetállamok olyan jogszabályokat hoznak, amely a környezetüket vagy a munkavállalóikat védik. Például konkrét tény, hogy 400 millió dollárral perelik Romániát azért, mert betiltotta Verespatokon az aranybányát, mert az környezetkárosító volt, a ciánnal szennyezte a Tiszát. Tehát ha hoz egy ország ilyen a környezetét védő szabályt, akkor itt egy óriási haszon elmarad a nagy beruházó óriás cégnél, és az ő milliós profit éhsége miatt elérik azt, hogy pereljék az adott államot, akiknek az adófizetői fizethetnék ezt, a kárt. Tehát akkor ez azt jelenti, tehát akkor ez azt jelenti például Magyarország esetében, hiába van benne az alkotmányban, hogy GMO-mentes az ország, és ilyen élelmiszereket itt nem szabad árulni, aláírjuk ezt a CETA-t, vagy aláírja az ország képviselete, és akkor utána jön egy, nem akarom kimondani annak a nagy amerikai cégnek a nevét, amelyik, meg a jogutódjának a nevét, amelyik igen csak erősen érdekelt ebben a GMO-s üzletben. Szóval ők jönnek, és azt mondják, hogy a itteni jogszabály miatt ők perlik az országot, mert elmarad a hasznuk, és ezt nyugodtan megtehetik, és nagy eséllyel meg is kapják a milliárdokat, dollár, milliárdokat? Ezek a perek ma már folyamatban vannak egyes államok között, a hatalmas beruházó cégek profitészségükben beperelik az államokat, Magyarországot, és tényleg ott van az alaptörvényben a GMO-mentesség, nem engedjük be a génkezelt magvakat, amiket el akarnak adni a különböző nagy cégek, azaz cég, a beruházó cég szépen kiszámogatja, hogy ennyi magot, génkezel magot elad, vetőmagot eladott volna, nem hagyták, ekkora kára keletkezik, és a 100 millió dollárokat fizethetik a magyar adófizetők ilyen veszélyeket rejt. De ez megtörtént Egyiptomban is. Nagyon érdekes, hogy például egy kormány mennyire a szuverenitásába korlátozva lesz azáltal, hogy például Egyiptomban megemelte a kormány a minimálbért. Ezután a külföldi beruházó nagy cég beperelte Egyiptomot, mert neki sokkal nagyobb fizetési kötelezettsége lett. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor Magyarország se mondhatná meg szabadon, hogy mennyi legyen ebben az országban a minimálbér, mert hatalmas kártérítést kellene fizetni a külföldi beruházó cégeknek.
Most így belegondolva, hogy itt tényleg annyira gonosz meg embertelen ez a globális nagy tőke, hogy képes ezt megcsinálni országokkal? Tehát ez tényleg ennyire valós veszély? Ez? Valós veszély. Nincs ezek a perek túlszás? Folyamatban van. Ezek a perek már, amiket említettem, ezek folyamatban vannak. Tehát ahol kettős államok között, mondjuk Egyiptom és Kanada között létrejött már megállapodás, vagy Románia között, már nagyon sok ilyen szabadkereskedelmi és inkább befektetési egymezmény létrejött, ott már folyamatban vannak ezek a perek, és ebben a legfelháborítóbb az, hogy ehhez hozzácsatolnak egy antidemokratikus vitarendezési mechanizmust. Hozzátesznek egy külön választott, beruházók által választott bíróságot, amelyek a nemzetállamok bíróságai és jogalkotása fölött áll. Csak ez a szerződés lesz érvényes, kiszámolják, mennyi káruk keletkezett, bíróság megállapítja. Tehát ez az, amit a Szájer József is, meg nagyon sokan támadnak. Hát ezt kérte például Magyarországról Bencsik János, a Fenntartható Fejlődés Bizottság országgyűlési alelnöke, és pontosan ezt kérte, hogy Magyarország forduljon az Európai Unió bíróságához, hogy állapítsák meg, hogy ez a vitarendezési mechanizmus, ez a befektetési bírósági rendszer összeegyeztethetetlen az európai jogi normákkal. Mint ahogy Németországban is a németek már alkotmánybírósághoz fordultak, és a német alkotmánybíróság ezt meg is állapította. Tehát akkor ez nem, elég, hogy, nem elég, hogy belúgatják a csalit, még a fejünket is ütik, hogyha nem kapjuk be ezt a csalit. Tehát így valami ilyesmi jön le ebből az egész igen. szerződésből, hogyha nem azt tesszük, amit ők akarnak, akkor még fejbe is vághatják az embert. És hát itt nem csoda, hogyha ilyen feltételeknél tiltakoznak, illetve vannak olyan renitens régiók, országok, amik nem szívesen írnák ezt alá. Itt van mindjárt Vallónia esete, ez a legfrissebb. Itt még csütörtökön is voltak egyeztetések, sőt, mai napra is megszületett valami. Egyes hírportálokon az van, hogy vallonok végül elfogadják ezt. Mi a helyzet? Valamiről tényleg megállapodtak. Tehát pontosan, de most már azért hoztak le konkrét híreket, mai délelőtt során begyűjtöttem őket. Tehát valóban létrejött egy megállapodás a belga kormány és a vallon tartomány között. De számunkra jó. Először megijedtem, és elszomorodtam, hogy vallonokat, ezt a talpon álló nemzetet, aki úgy tűnik, hogy Európát megvédi. Meddig az összes nemzetállam jelezte, hogy aláírja, szándékában van aláírni ezt a CETA-t, de a vallonok úgy tűnik, hogy kiállnak tehát a sarkukra állnak, és nagyon súlyos feltételekkel vállalják csak aláírni ezt a szerződést. És ez pedig pont az, amiről erről beszéltünk, tehát a Belgium, tehát a tegnapi nap nyilatkozatában kijelentette, hogy regionális kormányzatai közül a 7-ből 4 nem fogja ratifikálni a kereskedelmi egyezményt, ha a tervezett befektetési bírósági rendszert nem változtatják meg. Ezen kívül a másik kérést, amit előbb említett Bencsik János is kért, Belgium az Európai Bírósághoz fordul annak tisztázása érdekében, hogy a CETA-ba tervezett befektető bírósági rendszer összeegyeztethető-e az európai joggal. Tehát létrejött megállapodás a belga kormány és a vallon tartomány között, de olyan feltételekkel, amelyek számunkra kedvezőek. Mert még lehetőséget ad arra is, hogy esetleg később a nemzetállamok maguk eldöntsék, hogy alá akarják-e írni, ezt ratifikálni akarják-e ezt az egyezményt. És hogyha netán aláírják, akkor egy egész országnak szenvednie kell, vagy van-e valami lehetőség arra, hogy egyes városok, régiók, megyék kimaradjanak ebből? Hát jogi lehetőség, szabályos jogi lehetőség nincs akkor már. Ha ezt aláírták, akkor a mai hazai nemzetközi jogi szabályok szerint ez érvényes és kötelező. Viszont elindult egy demokratizálódási folyamat Európában, ami a nemzetállamok ébredését mutatja. És talán pont erre jó ez a TTIP, pont erre jó a CETA, hogy fölébrednek a nemzetállamok, és elkezdik érvényesíteni a saját gazdasági érdekeiket, a szuverenitáshoz való jogukat. Hiszen, mint futótuszként söpört végig az elmúlt évek során, több mint 2000, lassan 2100 önkormányzat nyilatkozott, hiába kötik meg a fejük felett a nagyhatalmak, a pénzügyi háttérhatalom, az általa partnernek tekintett kormányfőkkel ezeket a megállapodásokat. Az adott területeken az önkormányzatok nem fogják ezeket magukra nézve kötelezőnek elfogadni. És ezért lenne érdekes itt helyben is,
ha az önkormányzat hoz egy hasonló döntés, például Brüsszel is cetamentes övezet. Milyen szép lenne, ha Pécs is cetamentes övezet lenne, ha tudnánk vállalni, mint pécsi képviselők, az önkormányzat tudna egy ilyen határozatot hozni, ezt fogjuk kérni a következő közgyűlésen, hogy döntsön arról a Pécs városa, ne legyen cetamentes övezet, kérje fel a kormányt, hogy ne kössön, ne írja alá az egyezményt, vagy hogyha ez már aláírásra került, akkor megkérjük az országgyűlési képviselőinket, hogy ne ratifikálják ezt. Ez az ő lelkiismeretükre van bízva. Egyébként tudomásunk van róla, hogy nagyon sok fideszes kormánypárti képviselő, országgyűlési képviselő kifejezetten ellenzi ezt. Kövér László is ellene van. Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő is. Vagy Jakab István, ők, akik tudják, a MAGOSZ elnöke, hogy hogyan hat majd a mezőgazdaságra, most tett egy nyilatkozatot, október, tehát az október másodikai kvóta szavazás előtt, amiben szépen lemondta, hogy nem csak a migráns bevándorlástól kell félni, hanem az élelmiszereknek az ellenőrizhetetlen Európában, Magyarországra történő beáramlása is aggodalommal tölti el, mert ennek is nagyon súlyos, hátrányos következményei lehetnek a magyar mezőgazdaságra. Ezen kívül ellenzi Györfi Balázs, és az összes, a V4-ek agrárszövetségei, agrárkamarájai kifejezték, hogy ez az ő érdekeikkel ellentétes. Tehát tudomásom szerint, amikor október 4-én sajnos a kormánypárt megszavazta, hogy szándékában áll, tehát október 4-én délután sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormánypárti frakció úgy döntött, felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy aláírja a Kanada és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezményt, akkor ezen a szavazáson azért 30 kormánypárti képviselő ellenezte ezt. Ellenben, ami okot ad félelmünkre azt, hogy Szijjártó Péter, külügyminiszter úr, most az október 23-ai ünnepsége kapcsán Kanadában kijelentette, hogy nagyon sürgetni kell, minél előbb írja alá Magyarország ezt a megállapodást, éppen a gyógyszeripar, autóiparra hivatkozva, mezőgazdaságról, egyébről nem beszélt. Viszont hát előadta azt, hogy a Magyar Exim Bank kap egy 500 millió dolláros hitelkeretet, tárgyalt aranybányászati cégek alapító tulajdonosaival, sőt, ezen túlmenően még katonai együttműködést is sürgetett, amelynek keretében magyar vadászpilóták továbbképzése folyna Kanadában. Tehát akkor felhozott valamit, hogy azért mégis van valamiféle ellentételezés, de hát ez nagy ár. Az, amit fizetnünk kell, az nagy ár ehhez képest, nem? Igen, mert a jövőnket behatárolja. Az, hogyha tényleg a sertéshús 25-30%-kal vagy más egyéb termékek sokkal olcsóbban nagyüzem előállítja, esélyünk nem lesz a magyar termelőknek, amúgy is nehéz helyzetben levő magyar mezőgazdasági termelőknek, hogy valamit az európai piacon eladjanak, sőt, itthon se, hiszen Magyarországot is elárasztják ezek a kérdéses, mit tartalmazó élelmiszerek. Azért kérdéses, ugyebár, mert lebontják azt az ellenőrzési rendszert, azt a jogszabályrendszert, ami eddig élelmiszeripari szempontból védte a európai fogyasztókat, tehát bizonyos határértékeket állapított meg, bizonyos szereket tiltott, bizonyos eljárásokat, itt a génmanipulálást tiltott az élelmiszer előállításban, ezeket bontaná le. Ez a szerződés. Probléma. Így van, tehát hogy azok a szabályok, pontosan ezek, amelyek eddig védték Európát, pont az amerikai és kanadai rossz minőségű élelmiszerekkel szemben, ezek gátlástalanul, akadályat hozhatatlan, ellenőrizhetetlen bejöhetnek. Azt nem tudom, hogy mennyire tudja, hogy Amerikában vagy Kanadában mit szólnak ehhez azok olyan felvilágosult elit értelmiségi rétegek, akik azért tisztában vannak ennek a megállapodásnak a hátterével, következményeivel. Van ott valamiféle tiltakozás, vagy valamiféle visszhangja ennek? Én úgy hallottam, vannak kanadaiak, akik tiltakoznak ez ellen, hiszen ez egyértelműen a nagy tökések, tehát a nagy beruházók, a nagy cégek érdekeit képviseli. Például a NAFTA se tett jót, ugyanez a hasonló megállapodás, ami az USA és a Mexikó között létrejött, és a magának, a munkavállalóknak, a munkáltatóknak sok kárt okozott. Csak a nagyvállalkozóknak jó.
tehát a nagyvállalkozók, meg a nagyvállalatok pedig ebből a társadalomnak nem sok mindent adnak vissza, ugye bár? Hát igen, kérdéses, hogy hogyan mennyit adóznak, mint most itt a USA elnök jelöltről tudjuk, hogy mennyire szeretett adózni. No, tehát kérdések, aggodalmak, jövőnkről van szó, és hát akkor a következő közgyűlésen itt helyi szinten is megpróbálnak ez ellen harcolni, mármint a CETA, illetve ez ellen az egész, nem is tudom, hadművelete ellen, ha szabad ilyen durván fogalmazni. Mit fog tartalmazni ez a ÖP által kért közlemény vagy rendelet? Igen, közgyűlési határozatot kérünk, hogy döntsön Pécs közgyűlése arról, hogy Pécs CETA mentes övezet legyen, és kérje föl a kormányt, ne írja alá ezt a megállapodást, nemzetközi egyezményt, és amennyiben már aláírta, akkor pedig a parlamenti képviselőink ne járuljanak hozzá, ne szavazzák meg a ratifikálást. Ezt így konkrétan megfogalmazzák. Igen, igen, tehát az első körben a CETA-mentes övezetre mennénk, és második javaslat az lenne, hogy tehát két javaslatot terjesztünk elő, ha ezt nem fogadják el, akkor de még mindenképpen kellene mind a kettőt kérni, mert a második kérdésünk az egész országra kihat. A CETA-mentes övezet Pécsre, és itt például érdekes, hogy Dél-Dunántúl az ugye 26 kis falu van, mezőgazdaságból kellene megélni, annak kellene fejlődnie, és egyébként Dél-Dunántúlt GMO-mentes övezetnek nyilvánították. Tehát ide nehezebben jönnének be ezek a génkezelt termékek, vetőmagok, ezért ezt tovább kellene fejleszteni, CETA-mentes övezet legyen, hiszen ebből élünk. Egyébként én jelenleg nagyon biztatónak látom a helyzetet. Most kezdek reménykedni, tegnap nagyon elszomorodtam, amikor hallottam, hogy a vallon nép is feladta ezt a küzdését, amikor tényleg már mindenki hajlandó aláírni, úgy tűnt a vallonok mentik meg Európát. Erre halljuk, hogy ők is megállapodtak a belga kormánnyal, de mára halljuk, hogy ez pontosításra került olyan feltételekkel, amelyek számunkra biztatóak. Ha nem lesz befektetési rendszer, nem lesz kártérítési igény, bennmaradhat akkor a GMO mentesség az alaptörvényben, és talán az országokat se kötelezik arra. Egy biztos, ez a csúcs elmaradt. Tegnap nem írták alá. Ez már óriási siker. És most már azt gondolom, hogy eddig a Valónia védte meg a Belgiumot, non keresztül az egész országot. Most már mi rajtunk Magyarországon a sor, nekünk kell ezt az időt kihasználni, ami az Európa Unió és a Kanada csúcs találkozó következő időpontjáig tart, nekünk is meg kell mutatni azt, hogy ellenezzük a gazdasági rabszolgatartásunkat, hiszen gazdasági szabadságharcról van szó verbálisan, akkor ezt szeretnénk látni a papírokon is, tehát ne kerüljön ez aláírásra. Még egy utolsó kérdés, ha netán tételezzük fel a legrosszabb forgatókönyv valósul, meg aláírják az országok, akkor mit lehet tenni? Tehát ki lehet ebből valahogy jönni? Akár a CETA-ból, akár a TTIP-ből, vagy akkor már elveszett minden? Én azt gondolom, hogy helyi ellenállások, helyi önkormányzati mozgalmak, karakán önkormányzatok, ahogy ezt itt beszéltük, már több mint 2000 városban kinyilvánította, nem fogadja el, és igenis hoz olyan helyi önkormányzati rendeleteket, szabályokat, amelyekkel megvédi a környezetét, élelmiszereit és a helyi munkavállalóit. Akkor legyünk résen helyi szinten is, országosan is, és hát tényleg a jövőnk érdekében vigyázzunk ezekkel a szabadkereskedelmi megállapodásokkal. Én egyelőre nagyon szépen köszönöm Vize Csillának, hogy a vendégünk volt, és hát szerintem visszatérünk még erre a témára. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.